Világ és Európa bajnoki ezüstérmeit mutatja ezen a korábbi felvételen Szabó Tünde. A sportolót pályafutása alatt az örök másodikként emlegették. Legnagyobb sikerét az 1992-es barcelonai olimpián érte el 100 méteres hátúszásban. Itt is második lett. Ez a legértékesebb, mint közül olimpián ezüstérmet szereztem. Az Emberi Erőforrások minisztere délelőtt jelentette be Szabó Tündét jelöli sportért felelős államtitkárnak, miután Simicsko István honvédelmi miniszter lett. Amikor az olimpiai ezüstöt nyerte, nem is tudtuk, milyen szép. Ezzel a főcímmel jelent meg az egyik hazai férfi magazin 2003 márciusi száma. A lap erotikus fotósorozatot jelentetett meg az úszónőről. Szabó Tünde egy 2003-as interjúban azt mondta, egyáltalán nem érezte kellemetlennek, kínosnak, hogy megjelent róla több erotikusnak mondható felvétel. Szabó Tündét telefonon értük el nyilatkozni nem akart. Azt mondta, jövő heti kinevezése után szívesen ad interjút, és akkor beszél arról is, államtitkárként mit gondol a 12 évvel ezelőtt megjelent fényképeiről. Az MSZP azt mondja, mindegy, hogy milyen képek jelentek meg Szabó Tündéről, a lényeg, hogy megfelelően végezze a munkáját. Azt gondolom, hogy bármilyen előélettel is rendelkezik Szabó Tünde, a lényeg az, hogy hogyan fogja végezni a munkáját, és hogy ilyen típusú paralimpiai botrányokhoz hasonló botrányoktól mentesen végezze ezt a munkát. Szabó Tünde jelenleg a Magyar Úszó Szövetség alelnöke. Korábban dolgozott az Országgyűlés Ifjúsági és Sportbizottságának tanácsadójaként, majd a főpolgármesteri hivatal sportügyosztályán is. Végzettségét tekintve sportjogász, egészségügyi szakjogász, valamint úszó szakedző.